Szép jó napot mindenkinek, és nagyon szépen köszönöm a meghívást. Klaus Melinda vagyok, közösségi média marketinggel 15-16 éve foglalkozom, cégeknek csináljuk a kommunikációt, internetbiztonságot tanítok gyerekeknek, és most ez a két irány ötvözetét hoztam el, mert hogy azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos itt, mert többen említették ugye az influencer jelenlétet, és egyre többször vettem azt észre, hogy ügynökségi oldalról is vannak bizony problémák, megbízói oldalról is, fogyasztói és felhasználói és gyerkőc oldalról is bizony ott vannak a kihívások. Tehát most ezt próbálom összefoglalni ebben. Hogy miért fontos ugye az influencerek jelenléte és megjelenése ma a közösségi média piacon, ez nagyon egyszerű ténnyel magyarázható, egész egyszerűen sokkal jobban elhisszük, hogyha számunkra érdekes, releváns emberek, magánszemélyek, akár családtagok, ismerősök, barátok, celebritások ajánlják az adott terméket vagy szolgáltatást. Egész egyszerűen gyorsabb és aktívabb kommunikációra tudunk szert tenni, 76%-kal biztosabban elhisszük azt, hogy igaz, amit állít, és meg sem kérdőjelezzük, hogy valóban jó-e az a mosópor, vagy bármilyen adszőrzet eltávolító dolog, hanem egész egyszerűen azt mondja a felhasználó, hogy neki is ez kell, minimum egy szívecskét ad rá, emiatt sokkal nagyobb elköteleződés lesz, és ebből kifolyólag sokkal, de sokkal több emberhez jut el az adott tartalom. Most a közösségi média térben az influencerek jelenlétével azért nagyon-nagyon sok minden pozitívum is megjelent, most előtt ezzel kezdeném, mert hogy azért hál' Istennek például itt van dr. Leslie vagy Varga András, hogy egy magyar és egy nemzetközi példát említsek. Dr. Leslie, ahogy a neve is mutatja, orvosi dolgokról beszél hétköznapi nyelven a TikTok videóiban, és bizony Varga András is TikTokon van jelen, és könyvtárosként a könyvtárról beszél. Tehát azt gondolom, hogy ennél elsőblikre talán unalmasnak tűnő témánál nem kell messzebb menni, és mégis András annyira szépen és érdekesen dolgozza fel ezeket a témákat, és megmutatja a könyvek az olvasás szépségét, hogy rengeteg követőre tett szert. És néha zrikálják ugyan az alfa generációsok, hát ugyan már ők az E-generációnak is beszólnak, hogy mennyire old school-ok, és mennyire felnőttesen viselkednek, mert avokádóspiritost tesznek, meg kávéval indítják a napot, de akkor is András erre megfelelő módon reagál. Ahogy Ádám a prezentációjában beszélt a pornóinfluencerekről, én ezt a témát most átugranám, de nagyon-nagyon fontos jelenségnek tartom, és én is nyomatékosítanám, hogy erről kell beszélni, mert egyre több mindent megmutatnak magukból a tinik, fiatalok, és egyrészt ott van a like függőség, hogy bezzeg a másik több lájkot kapott, akkor én is mutatok magamból egyre többet. És bele sem gondolnak a tinik abban, hogy ezzel bizony vissza lehet élni, vagy ne adj Isten olyan óvatlan kezekbe kerül, hogy a végén egy pornó oldalra felkerül az adott témaköre. De fontosabbnak tartom, hogy arról is beszéljünk, hogy az influencerek alkalmi jelleggel bizonyos challenge-ekbe vesznek részt, olyan kihívásokat követnek, trendeket követnek, ami helytelen magaviselet vagy magatartást is rögzít a felhasználókban. Az egyik ilyen megdöbbentő challenge például a lopás ösztönző challenge. Ugyanis nagyon-nagyon sokan elkezdtek elcsenni dolgokat boltokból, és ezzel kapcsolatban különböző kis TikTok és Instagram tartalmakat kezdtek el gyártani. Aztán ezt felismerte az algoritmus, és azt mondta, hogy jó, hát akkor innentől a lopás szót nem lehet használni, emiatt a borrowing, kölcsönvétel szót kezdték el használni a tinik, és ezzel terjed most újabban ez a trend. De említhetnénk akár a holokauszt trendet, ahol egy félreértelmezett, eredetileg jó szám, szándékú üzenet jelent meg, hiszen alapvetően arra szerették volna a tinik felhívni a figyelmet, hogy a holokauszt egy létező jelenség volt, de egész egyszerűen elkezdték a történelem hamisítás irányába vinni a dolgokat, és olyan kitalált helyzeteket, szereplőket, arcmaszkírozást használtak, ami abszolút nem arról szólt, amiről eredetileg szólhatott volna. De biztos mindenki találkozott már olyan viccesnek tűnő kihívásokkal is, hogy elrejti a kerekesszéket az ismerőse elől, és megnézi, hogy hogyan reagál mindenre, amikor szegény szerencsétlen keresi a kerekesszéket. Barátnők kizárása miatt
lájkokért imádkoznak felhasználók, vagy éppen eljátsza a barátnője halálát, hogy lájkokat gyűjtsön. Rengeteg ilyen jelenség van, és sajnos a jelenség odáig tovagyűrűzött, hogy ma már egészséget jelentő vagy veszélyeztető trendek is és kihívások is megjelentek. Régebben csak egyszerű plankingek voltak kihívásként, hát akkor is voltak már problémák, mert például az ausztrál bányászok, akiket ki is zártak egyébként munkakörükből, hát olyan helyeken plankingeltek, ugye ez a fekve egyenesben tartás igazándiból, ami veszélyeztette az életüket, tehát a munkakörülményeket nem megfelelően tartották be, de ennek a trendnek a folytatásaként megjelentek a fahéjevéstől elkezdve a fekve evős trendek és kihívások, ami ugye a félrenyelés, illetve a fulladás veszélyét is magával hozza. A koronavírus pedig kihozott magából egy olyan trendet és egy olyan kihívást, amit azt gondolom, hogy épp elmélyű ember nem csinálna meg, de mégis trendé avanzsálódott. Ez a kifejezett koronavírus challenge, ahogy a képen is látható, hogy WC-deszkát nyilvános helyen kóstoljunk meg. Hát kinek-kinek ingere, de sajnos ezt is, mivel elég sok influencer követte ezt a trendet, mert mókásnak, viccesnek találta, nagyon sok tinédzser nem gondol bele abba, hogy mi minden baktérium és egyéb kihívások rejtőzködnek a WC-deszka alatt és fölött, és ebből kifolyólag ők csak követték, hiszen az influencer azt mondta, hogy ez mennyire jó. És akkor még ott van az önbántalmazás trendje, ami szerintem elég sokan ismerünk a különböző momó jelenségből kifolyólag, amit nem is részleteznék. Egy konkrét esettanulmányt azért hoztam, amit szeretnék bemutatni mindenkinek nagyon röviden. Akit részletesebben érdekel, az nyugodtan írjon ránk, és elküldjük a teljes esettanulmányt. Ez a jelenség Magyarországon történt meg, és szerintem abszolút bemutatja az influencerek felelősségét és felelőtlenségét is egyben. Ugyanis egy hotel kapcsán felbátorították a követőiket, hogy negatív hírnévben tüntessék fel a hotelt, Instagram és Facebook oldalán egyaránt, és több mint 170 ezer követővel rendelkezett a két influencer, és ebből kifolyólag 10 perc leforgás alatt 2000 negatív komment keletkezett a hotel Instagram csatornáján. Mindegyik komment ráadásul ugyanazt a tartalmat mutatta, hogy egész egyszerűen nem megfelelő a hotel, és egyébként onnan tudtuk visszavezetni a történetet, hogy kik voltak a felbújtók, mert ráadásul a tizenévesek beteggelték az influencereket, akik felbújtották őket. És ezáltal meg tudtuk találni az influencereket, beszélgettünk velük, hát ez egy hosszabb történet, amit most nem fejtenék ki, de a végén egy társadalmi felelősségvállalás projektet indítottunk el a hotel vezetőségével együtt, és megbeszéltük az influencereket, hogy készítsenek videót arról, hogy bizony azzal, hogy felépítettek egy brandet, egy márkát, mekkora felelősség, hogy ők pikpak rá tudják venni a felhasználóikat és a követőiket arra, hogy bármit megcsináljanak. Ugyanis utána elkezdtük kérdezgetni a felhasználókat, hogy de miért. És nagyon sok tinédzser azt válaszolta, hogy de hát olyan aranyosak a fiúk, hát igazuk van, nem? És nem néztek a dolgok mögé, hogy vajon miért nem lakhattak ott a szállodában az ismerőseik, hogy egyébként fizetni kellett volna például a szállás helyért, mert hogy ilyen alapproblémák voltak a kirobbantói a konfliktus helyzetnek. És amikor megkértük az influencereket, hogy akkor próbálják meg visszacsinálni a történteket, ugye egyrészt nagyon nagy kihívás az is, hogy hogyan csináljuk vissza a dolgokat, ha 2000 negatív komment jelenik meg a felületen, és nincsen hozzáférésünk a fiókhoz. Mert hogy ilyen esetben az, hogy letöröljék a negatív kommenteket az ő felhasználóik, ugye egyesével kellene megkeresni az egyes kommentet, és akkor mindenki a sajátját le tudja törölni. Na de ez technikailag konkrétan kivitelezhetetlen, tehát mind a mai napig egyébként direkt ott is hagytuk a felületen ezt a képet, illetve a tartalmakat, hogy mementóul szolgáljon itt a jelenségre. De ami nagyon érdekes volt, hogy az influencerek utána Instagram story-ban megkérték a felhasználóikat, hogy akkor kérjenek ők is bocsánatot az elkövetett malőrért, és ahogy a példán is látható,
szó szerint ismétlődtek a bocsánatot kérek mondatok. Tehát ezt követően is a jelenség ugyanúgy folytatódott, hogy amit az influencer mondott, azt végrehajtották. És a legveszélyesebb dolog itt van, azt gondolom ebben a történetben, hogy sajnos a saját gyerekeink nem gondolják azt, hogy nézzük meg először a hátteret, mi történhetett itt, vagy saját szavakkal mondjuk el azt, hogy hát tényleg ez meggondolatlanság volt, vagy bármi egyéb. Nem, a 95%-uk konkrétan és szó szerint követte az influencernek a véleményét. És ugye ott a felelősség, hogy nagyon-nagyon sok gyerkőc csak azt látja, hogy rengeteg követővel rendelkezik egy influencer, rengeteg terméket kap, bevétele van, meg tud élni belőle. És a háta mögötti gépezetet, az, hogy milyen fajta befolyásoló tényezők vannak, hogy bizony olyan dolgot is meg kell csinálni, amit nem biztos, hogy szívéből, meg szívesen megcsinálna. Nem látják át. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy ezekről beszélgessünk, mert hiába tartunk bármilyen előadást. Ha két fél közötti beszélgetés nem indul el, akkor egész egyszerűen nem történik semmilyen változás. Tehát nagyon gyakran akár szembesítéssel, akár az, hogy játékos módon beszélgetésbe hívva a gyerkőcöket, lehet előrébb menni igazándiból a fejlesztésükkel, az oktatásukkal. Ugye az, hogy az influencerek rengeteg mindent csinálnak a közösségi média térben, az a cégek és a vállalkozók felelőssége is egyben. Tehát azt gondolom, hogy itt mindannyian a hátunkon visszük ezt a jelenséget, és az, hogy a helyzet egyre inkább fokozódik, az magunknak is köszönhető, mert hogy ameddig a cégek megbíznak olyan influencereket, akik egyértelműen látszik, hogy például a képen látható hölgynél a felhő, az mindig ugyanúgy néz ki. Magyarul photoshopolta magát az összes képre. Mert nem létezik, hogy a világ összes táján ugyanazok a felhő kombinációk jelenjenek meg. De hál' Istennek elindult egy olyan folyamat is, és ebből sajnos még egyelőre kevesebb van, ahol az influencerek felismerték önmaguktól a felelősséget, és elkezdték megmutatni az embereknek és a gyerekeknek, diákoknak azt, hogy hoppá, de nem minden arany, ami fénylik. Tehát magyarul volt egy olyan influencer például, aki úgy állított be minden képet, mintha külföldön tartózkodna, úgy fotózkodott butoráruházakban, és aztán leleplezte magát, hogy Ácsi, ezen nem mutattam semmilyen tényleges dolgot. Ez egy fali kép volt, ez egy fali szőnyeg volt, ez egy olyan bútordarab volt, ami lehet, hogy lehet Balin is, de bármelyik bútoráruházban is megvásárolható. És ezek a jelenségek már pozitív irányúak. Természetesen ehhez az algoritmusok is hozzájárulnak, és próbálják szűrni a tartalmakat, de ahogy mutattam a lopás challenge kapcsán, azért a felhasználók és a gyerkőcök pláne kreatívok, tehát kikerülik a lehetőségeket. Hogy hogyan tudjuk akár megbízói oldalról cégként megnézni azt, hogy kivel érdemes együttműködni, milyen influencerrel lehet érdemes együttműködni, erre is vannak eszközök. Például a képen látható két influencer közül ott a kérdés, hogy vajon ki tudott több pólót eladni. És most itt a jelenlévőket kérdezném meg, hogy kész feltartása, mindenki legyen kedves szavazni, hogy ki mit gondol, hogy képen látható Kim Kardashian 157 millió követővel, vagy Ari tudott el több pólót adni. Ki az, aki arra szavaz, hogy Kim Kardashian, és majd a videónézőknek fordítok nagyjából. Jó, nem tudok számolni, ez olyan 15 fő mondjuk. Ki az, aki arra tippel, hogy Ari? Ari sokkal több. Tehát ez határozottan, ha nem is a duplája a társaságnak, de közel a duplája tette föl a kezét. Köszönöm szépen a szavazatot. Hát az igazság az, hogy őszintén szóval egyik se tudott sokkal több pólót eladni a másiknál, mert hogyha megnézzük az ok és okozat összefüggéseit, és mindezeknek a költségvonzatát, akkor egyértelmű lesz számunkra, hogy hoppá, itt nem minden arany, ami fénylik. Tehát Ari például, ez egy konkrét esettanulmány volt, a kis követő bázisának bejelentette, hogy lesz egy saját pólómárkája, és ennek ellenére összesen 36 pólót tudott eladni, pedig mindenki várta
a terméket, várta a szolgáltatást, nagyon sok lájkot kapott. Ugye ez megmutatja azt is, hogy hiába kap valaki x ezer lájkot, abból nem lesz még teljesítmény, meg eredmény. Kim Kardashian el tud több pólót adni, csak egész egyszerűen drágább az egység költsége, mint hogyha hirdetnénk másfajta felületeken. És mutatok néhány eszközt, mert hogy ez a jelenség annak is köszönhető, hogy feltuningoltuk az influencer felületeket, és bizony a mostani tinédzserek, vagy akár egyetemisták abszolút egyértelműen tudják azt, hogy hogyan kell feltuningolni egy felületet. Ugyanis vannak olyan szoftverek, amit egész egyszerűen megfogok tévénézés közben, egy másfél órás film alatt, akár 1000 követőre is szert tudok tenni, mert megfelelő tempóban nyomogatom az adott eszközt, és már is bekövettem számomra irreleváns embereket. Ezekért a bekövetésekért pontokat kapok, amit utána a háttérben le tudok vásárolni saját követőkre. És ezáltal teljesen irreleváns rendszerek épülnek fel. Másik opció, mutatom a lehetőséget, mert mindenki saját döntése szerint tuningolhatja akár a felületét, de egyébként nem javaslom, mert ez hosszú távon kipukkam. A másik lehetőség, hogy fillérekért, akár $3 már 100 követőt tudok venni, vagy $10 1000 követőt tudok venni. Hát ez filléres tétel a valódi követőbázishoz képest, vagy hogyha hirdetnénk a felületet. Most hogyan tudjuk ezeket észrevenni? Egyrészt sajnos ma már nagyon sok olyan szoftver van, ami csak fizetősen mutatja meg azt, hogy egy-egy bázisnak, egy-egy rajongói bázisnak milyen összetétele van. Pedig ez is már segítség lenne, hogyha a cégek, akár szülők megnéznék azt a gyerkőccel közösen, hogy oké, hogy ennek az influencernek 10 millió rajongója van, de vajon ezek a valódi embereke? Ezek a szoftverek megmutatják ugyanis a valódiságot. Egyrészt lehet látni azt, hogy hogyan épült fel a bázisa az illetőnek, mert hogy egy normális bővülés az nagyjából ilyen statikus, egyenes. Amikor van valami meredekség, akkor ott történik valami. Na, ott van a bevásároltam a követőkből című történet. A másik ilyen dolog, hogy egész egyszerűen érdemes megnézni mindig az iparági átlaghoz viszonyítva, nagyon egyszerűen, akár a többi témakörbe tartozó influencernek mennyi követője van, a képei alatt mennyi lájkot kap, mennyi hozzászólás van a tartalmai alatt, tehát mennyi aktivitás van a felületen. Ugyanis ezt is mutatják a rendszerek, ha fizető szoftverrel nézzük meg, akkor pontos számadatokat fogunk tudni látni, ha szülőként nézzük meg, akkor pedig elég egyszerűen azt, hogy végig tekerünk egy kicsit a hírfolyamán az illetőnek, és megnézzük, hogy milyen típusú emberek követik az oldalát. Kik azok, akik visszaigazolták a tartalmait, kik azok, akik kommenteltek. Csak nem olyan fura nevű emberek, akiknek különböző szám és betű kombinációból áll a nevük, és egyébként, ha a profiljaikra kattintunk, akkor nincsen mögötte semmi, még egy darab kép sincsen feltöltve nagyon gyakran. Mert hogy lájkokat és hozzászólásokat egyaránt lehet vásárolni a felületeken. És emiatt én fontosnak tartom, hogy akár szülőként, akár pedagógusként, akár cégvezetőként ezeket mind-mind megnézzük. Közösen, magunktól, bármilyen módon, de legalább próbáljunk meg beszélgetni arról, hogy valóban minden igaz, ami a felületen látszik. Ugye szülőként nagyon-nagyon fontos, itt már Anna Mária is említette, hogy nem szabad tiltani a gyerekeket, nem szabad a digitális médiát lekapcsolni számukra egyértelműen. Egy picit távolabbra kell tenni tőlük az eszközöket és az egyéb lehetőségeket megmutatni igazándiból. Ami nagyon fontos, hogy játékos feladatokkal van esélyünk megmutatni a gyerkőcöknek azt, hogy hát azért itt nem minden a csillogásról szól. Cégként pedig azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy nézzük meg azt, hogy kikkel működünk együtt, kinek adjuk a pénzünket, hogy mennyire valódi emberekből áll a követőbázisa, milyen egyéb személyiségi jegyekkel rendelkezik az illető, van-e saját tartalma, vagy csak ráment arra, hogy termékeket, szolgáltatásokat értékesítsen az illető, ugyanis megint csak a mi döntésünk, hogy milyen irányba visszük tovább a közösségi média jelenlétet, és
felnőttként nekünk van döntésünk olyan szempontból, hogy a pénzünket kiknek adjuk. A gyerkőc meglátja, és nagyobb társadalmi nyomásra, osztályközösség nyomására, ő könnyebben beadja a derekát. Mi is felnőttek, de azért a gyerkőcöknél ez még erősebben jelen van. Én ennyit szerettem volna elmondani, akit érdekel ez a téma, akár a digitális detox naptárunkat, vagy a Megosztok tehát vagyunk könyvet meg tudja találni, és ott részletesebben el tudja olvasni. Remélem, hogy hasznos volt ebben a pár percben az előadás. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönöm.